Lira la Carte címmel invitálták egy különleges lírai egyvelegre a vers és a zene barátait a Hetedhét Játékmúzeumba, ahol az érdeklődők egy élvezetes látogatást tehettek a 19.-20. század francia költőinek és zeneszerzőinek különleges világába. Ferenczi Noémi értő rendezésében a Ciszterci Szent István gimnázium növendékei, a Fehér Holló Diákszínpad ifjú tehetségei Verlaine, Baudelaire, Rimbaud és a többi kivételes hatású francia szimbolista költő műveiből adtak válogatást. Mi most már egy ilyen duettet alkotunk Radics Évával, és az ő vágya volt az, hogy franciákat énekeljen, sanzonokat is, illetve klasszikus dalokat. És én erre nagyon nagy szeretettel és örömmel kapcsolódtam rá azzal, hogy az irodalmi vonatkozásokat felkutassam, és hogy egy ilyen szabad válogatást készítsek a francia lírából. Végül is a líra mellett döntöttem. Radics Éva a Ciszterci Szent István gimnázium tanára, a Musicolor énekegyüttes művészeti vezetőjeként, a francia dal világának ismerőjeként egy olyan műsorra jelentkezett csapatával, amely megerősítette, hogy a sanzon egykori szerzői ma is egyedi és élő műfajt teremtettek. Nekünk énekeseknek a saját szánk íze szerint való darabok kerültek be a műsorba. Én a klasszikus vonalból, és Bódéréka Ágnes, az énekes társam pedig inkább a sanzonok világából emelt be dalokat, de mind a kettő a francia világ része, ugyanúgy, ahogy a versek is a sokféle írótól, költőtől. A kivételes hangulatú esten egy olyan egyveleget láthattak és hallhattak a nézők, amely bizonyságot adott arról, hogy a művészet gátjai igenis leküzdhetőek, ha kellő alázattal és hozzáértéssel közelítenek hozzájuk.